Jó estét kívánok, én Sárosi Péter vagyok, és ez itt a Drogriporter Café-nek a magyar nyelvi adása. A mai témánk egy sajtóban is megjelent ügy, amelynek a főszereplője a Magyar Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő missziója. Ez a szervezet megállapodott a Józsefvárosi Önkormányzattal abban, hogy a Józsefvárosi Teleki téren egy drogambulanciát hoz létre, és hát ez ellen pedig volt egy helyi tiltakozás, amit aztán átvett a sajtó is. Itt van velem most két vendég a Kallódó Ifjúságot Mentő missziótól, Erdős Eszter, a Ráckeresztúri Rehabilitációs Otthon intézményvezetője, és Hamar János, aki pedig a Teleki téren tervezett Adne Café-nek a vezetője. Üdvözöllek titeket a műsorban, sziasztok! Üdvözlünk, üdvözöljük a nézőket! Én is üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást! Eszter, először téged kérdezlek, hogy miről is van itt szó, tehát milyen programot, milyen szolgáltatást szeretnétek nyitni a Józsefvárosban, a Teleki téren? Kinek szól, miért? Hát, hol is kezdjem? Tehát mi a református drogmisszióban mindig azt kerestük, hogy hol van probléma, hogy oda vigyünk segítséget. Így kezdtük el 1983-ban. Amikor még ez úttörő mozgalomnak számított, a drog problémával így kezdtünk el foglalkozni, hogy segítsünk. Tehát így vetődött fel az, hogy mi szeretnénk a 8. kerületbe menni, mivel az egy fertőzött terület, nem csak a droghasználat, hanem az alkohol és az egyéb devianciák, számítógépfüggőség, magatartászavarok terén. És ezért ott egy integrált intézményt szeretnénk létrehozni, nem azért, hogy minél több problémát oda vonzunk, hanem azért, hogy minél több problémát tudjunk segíteni. Az integrált intézményen azt értem, hogy nem csak drogambulancia lesz, ahol pszichiáterek, mentálhigiénés szakemberek fognak segíteni, hanem ezt támogató ellátások is, hogy szociális munkás, pedagógus, lelkész, mentálhigiénés szakember, lelki gondozó is tudja kiegészíteni azt az orvosi munkát, amivel segítünk a szerhasználóknak, és nem csak a szerhasználóknak, hanem azoknak a fiataloknak és gyerekeknek, vagy családoknak, akiknek problémájuk van, akár családterápiával, akár mindenféle holisztikus megközelítéssel. Akkor azt tegyük is tisztában, amit a sajtóban olyan is megjelent, hogy 80 férőhelyes drogrehabilitációt és intézetet hoztok létre, hogy akkor itt ugye erről nincsen szó. Hát drogrehabilitációs otthonunk van, de nem Budapesten, hanem vidéken, Ráckeresztúron. Ott járó betegellátás lesz, tehát ambulancia. A 80 férőhely az ellátásnak a plafonját jelenti. Tehát azt jelenti, hogy arra van engedélyünk, hogy mindösszesen 80 ember lássunk el. Az azt jelenti, hogy nem egyszerre fogott állni 80 ember, hanem elszórtan, tehát lehet, hogy egyszerre 2, 3, 5, de összességében 80 ember ellátására kaptunk kezelőt. János, te is beszélnél kicsit magadról? Neked mi a történeted? Hogyan kerültél a segítőpályára? Hát, mint nagyon sok kollégám, először a tapasztalás útján kerültem közel a drogokhoz. 8 éven keresztül használtam különböző kábítószereket, de a fő addikcióm az a heroin irányában alakult ki. 2000-ben Pécsváradon egy terápiás otthonban lett vége az aktív szerhasználati karrieremnek, de akkor még mindig ott volt a kérdés, hogy hosszú távon mi az én utam, mivel szeretnék foglalkozni, és a tapasztalati tudást némi tanulással alátámasztva eldöntöttem, hogy segítőpálya az én utam, és így kerültem Ráckeresztúrra, és így lettem most az Adna kávézó és a járóbeteg ellátóközpontnak a szakmai vezetője. Ezt hadd egészítsem ki hozzászólhatom? Persze. Hogy azt szokták mondani, hogy kutyából nem lesz szalonna, mi viszont nagyon szeretjük azt, hogy nálunk a szalonna kutyából készül, és
rablóból lesznek a pandúrok, úgyhogy a református drogmisszió abban is egy, szerintem egy szép példát mutat, hogy itt a kollégák legtöbbje felépült szerhasználó, ami azt jelenti, hogy a tapasztalathoz aztán ragasztanak tudomány, tehát érettségi, egyetem, még egy egyetem, a János is ugye két diplomás szakember, aki most már nem csak tapasztalati szakértő, hanem diplomás segítő. Köszönöm. Habár ugye nem a, most nem a rehabilitációs otthon a fő témánk, de azért kicsit beszélnétek a portázs módszerről, ami alapján ti a terápiás közösségeteket szervezitek? Hát a portázs az nem azt jelenti, hogy portás, elsbetűvel, hanem portás, portage. Ez egy kanadai módszer, aminek talán az a lényege, hogy önsegítő. Mi még a kereszténységünket hozzátesszük, és akkor már azt mondjuk, hogy testvéri, nem csak önsegítő. Az önsegítő azt jelenti, hogy egymásnak segítünk, szakemberek és kliensek, mindannyian emberek vagyunk. És egy szakembernek is vannak problémák az életében, és a kliensektől is tudunk tanulni, és egymást szeretettel támogatni. Tehát a portázs rendszernek, a kereszténységgel kiegészítve, tehát a református drogmissziónak az a lényege, hogy mi a kliensekkel testvéri baráti viszonyban állunk, ami nem csak abban nyilvánul meg, hogy tegeződünk például a kliensek. A gyerekek is úgy fogadnak a tini rehabon, ahol ugye 18 éven aluli gyerekek vannak, a 12 éves gyerek is úgy fogad engem, hogy szia Eszter! És akkor hát annak még jobban örülök is, hogy ugrik a nyakamba. Tehát, hogy a testvériség azért is fontos, azon felül, hogy mi szeretjük ezt a módszert, mivel az összes szociálpszichológiai vizsgálat azt igazolja, hogy a terápiás rendszereknek a hatékonysága nem a módszertől függ, hanem a kapcsolattól. És mi abban hiszünk, hogy azon kívül, hogy természetesen mi úgy gondoljuk, hogy a világon a legszínvonalasabb pszichoszocioterápiás módszereket használjuk, mi abban hiszünk, hogy maga a szeretet kapcsolat az, ami gyógyít, amivel mi a kliensekhez hozzáállunk. És ez az, ami segíti őket a változásban, a hatékony gyógyulásban. Említetted a tini rehabot. Érezhető tendencia ez az utóbbi években, hogy csökken a klienseiteknek az átlag életkora? Tehát, hogy fiatalabbak jönnek? Hát sajnos valaki azt mondta egyszer csúnyán, hogy a drogproblémákat kezeljük, de a drogprobléma növekedni fog. Tehát ez egy társadalmi probléma, hogy egyre csökken az életkor az első szerhasználatra, vagy egyáltalán a szerhasználattal, meg egyre növekszik az iskolai magatartászavaros, deviáns gyerekeknek a száma. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy van lehetőségünk arra, hogy már a gyerekeket is kezelni lehessen. És ne akkor kelljen majd 40 évesen négy kézzel bemászni egy drogterápiás otthonba, hanem mondjuk egy 13 éves csellengő gyereket is már el tudjon kapni, és tudjunk neki segíteni abba, hogy visszaálljon a helyes útra. A saját tapasztalatom, hogy amikor az aktív szerhasználati éveimet töltöttem, elképzelhetetlen volt, hogy egy 12 éves gyereket akár kiszolgáljanak, én azt gondolom, hogy a kiszolgálás oldaláról is, akár hogy 12 éves gyermek mondjuk elmenjen szert venni, kábítószert venni, nagyon-nagyon lecsökkent az életkor. Tehát azért most is... Ma már fel se tűnik, hogy 10 éves gyerekek adják ezt az iskolába a drogokat. Igen. Most is van 12-13 éves kliensünk a terápián. Egyébként ugye Józsefvárosból is voltak már ott klienseitek? Tehát, hogy mennyire tapasztaltátok, hogy a Józsefváros, ahogy említetted, Eszter, az egy ilyen fertőző gócpont, hogy
hogy milyen tapasztalataitok voltak eddig ott azon a környékről? Hát egyrészt igen, másrészt mi abba bízunk, hogy mi lehetünk egy olyan pont, ahova a jelzőrendszer becsatornázza a problémás családokat, és mondjuk lehet, hogy van egy házban egy olyan család, akitől félnek a lakók, és akkor szólnak nekünk, és mi elmegyünk, mert mi nem félünk, hanem mi szeretjük ezeket a problémás családokat, és elmegyünk, és azt mondjuk, hogy hát hallottuk, hogy valami gond van, mibe tudnánk segíteni. Nagyon nagy félelem volt így a járóbeteg központ nyitása kapcsán, hogy mi oda visszük majd a szerhasználókat, és tele lesz velük az utca. Ez egy személyes tapasztalat, hogy ezért körbejártam a leendő intézményünket és a területét. Én azt gondolom, hogy bizton állíthatom, hogy szerhasználók már vannak jelen ott a környéken. Nekünk a célunk inkább az, hogy idézőjelben eltüntessük őket. Tehát, hogy bekerüljenek hozzánk, és elinduljon egy folyamat, ahol aminek a végállomása az, hogy ő mondjuk eljön egy terápiára a Józsefvárosból, vagy akár onnan ide Ráckeresztúrra, vagy egy másik intézménybe. Ezért is tervezünk egy kávézót is az intézménybe, hogy legyen egy olyan szelíd kapcsolódási pont, ami nem megbélyegző módon kínál lehetőséget arra, hogy beszélgessünk. Mert lehet, hogy valaki mondjuk szégyelli azt mondani, hogy problémám van, vagy gondjai vannak, de egy kávéra vagy egy májkrémes szendvicsre beugrik, és ha már ott van, akkor tudunk beszélgetni, és mi abba bízunk, hogy tudunk egy olyan légkört teremteni, hogy kiadja a szívét. Így a kávézó kapcsán így annyit jegyeznék meg, hogy az volt a fejünkben, hogy lehetne egy olyan helyet létrehozni, ahol olyan emberi értékek, amik most nem divatosak, mondjuk egy őszinte beszélgetés az érzésekről, egy önismereti csoportra beülni, vagy akár egy biblia, Eszter biblia órájára beülni, vagy csak egy beszélgetésre azért ilyen félig szakemberek fognak ott dolgozni. Pontosabban szakemberek két sapkával, hogy nem csak szakember vagyok, hanem egy embertárs is. És például mi szeretnénk ott józan bulikat is tartani, de fiataloknak megmutassuk azt, hogy úgy is lehet szórakozni, hogy nem részegesse, vagy nem ütöd ki magad, hanem jól érzed magad, és hogy lehet úgy is nevetni, ismerkedni, akár koncertet szervezni, vagy józan diszkót. Tehát mi fel akarunk mutatni egy olyan értékrendet, hogy nem kell ahhoz lerészegedni, hogy jól érezzük. Szerintetek miért van ekkora félelem az emberekben ezzel az egésszel kapcsolatban? Az én érzésem az, és semmiképpen nem szeretnék minősíteni senkit, hogy picit félre lettek informálva. Ez fakadhat abból, hogy akik a lakókkal elsőként beszéltek erről, nem ismerték meg mélyebben a céljainkat, meg az értékeinket. Én azt gondolom, hogy meglettek ijesztve pont azokkal a dolgokkal, amit te is mondtál, hogy ott 80, de én már hallottam, én mert voltam kint beszélgetni ott lakókkal, hogy 160 fő ott fog feküdni, és mi Magyarországról odaimportáljuk az összes szerhasználót, ahhoz mondjuk kicsi lenne a Teleki tér, de ilyen félelmek voltak, hogy most minden drogos ott fog ülni a környéken. Én egyrészt megértem az aggodalmat, mert hát mindenki szeret problémamentesen élni. Valljuk be, hogy mindannyian annak örülünk, hogyha nincsenek gondok, nincsenek problémák, és rengeteg problémával kapcsolatban van ellenállás. Tehát azt hívjuk, hogy csak a szenvedélybetegekkel, mert például láttam olyat, hogy valahova támogatott lakhatásba kihelyeztek, tehát nagy intézményt megszüntettek, és akkor kiszervezték kis lakóotthonokba mozgássérülteket, vagy értelmi fogyatékosokat,
és ott a lakók ugyanúgy tiltakoztak, és aggódtak, hogy mi lesz ebből. Szóval én ebben nem is látok ellenségességet, tehát én nem azt látom ebben, hogy utálják azokat az embereket, vagy rosszat kívánnak, hanem inkább azt, hogy hát tényleg van egy aggodalom, hogyha itt lesz egy ilyen kezelőhely, akkor ez esetleg majd bennünket is fog érinteni. Én erre egyet tudok vívasztalásul mondani, és ezt le lehet ellenőrizni, hogy a 12. kerületben a Széll Kálmán térnél a Csaba utca 3-ban több mint 20 évvel működtetünk rokkonzultációs irodát, és pár évvel ezelőtt Pokorni Zoltán polgármester úr mondott egy nagyon kedves bókot, hogy azt képzeljem el, hogy még nem érkezett be a lakossági panasz ellenünk a válaszút misszió tevékenységével, pedig egyébként százával érkeznek a lakossági bejelentések, hogy mit tudom én, valaki nem húzta ki a kukát, vagy összepiszkolt a lépcsőházat, stb. De hogy a mi tevékenységünkre nem érkezett be a lakossági bejelentés, és én tudom, hogy ez annak is köszönhető, hogy mi érték elvűen állunk a kérdéshez. Tehát mi nem azért küzdünk, hogy a drogosok és a szenvedélybetegek zavartalanul drogozzanak, hanem azért küzdünk, hogy segítsük őket a változásban, a gyógyulásban. Tehát mi betegségnek tekintjük, és nem gondoljuk azt, hogy ez egy jó dolog, normális dolog, hogy valaki, van, aki ugye azt mondja, hogy mindenki azt csinál, az saját magával, amit akar. Igen, de mi abban akarjuk őket segíteni, hogy változtassanak az életükön, hogy boldogabbak lehessenek. Én oda mentem a lakókhoz egy beszélgetésre, ahol szerettem volna, vagy el is mondtam, nem csak szerettem volna, ahol beszélgetünk arról, hogy tényleg mi ez az egész, amit mi létre akarunk hozni, és feltettem egy kérdést annak a 20-30 embernek, aki ott volt, hogy mert mondták, hogy ez nagyon távol áll, ez a szenvedélybetegség, meg a drog, és mondtam, hogy legyen szíves, hogy tegye már föl a kezét, akinek a családjában nincs egyetlen egy alkoholfüggő, számítógép, egy online függő, vagy drogfüggő, és mind a 30 embernek lemaradt a keze. Tehát én azt láttam, azt véltem felfedezni, hogy elgondolkodtak, és örültem, amikor őszinteséget tapasztaltam, senki nem rakta föl a kezét. Tehát minden, én azt gondolom, hogy minden családban van szenvedélybeteg, csak sokszor az emberek hozzáállása az, hogy valahol máshol oldják meg az ő problémáikat, de ha egy kicsit nyitnak a lakók felénk, és a kezdeményezésünk felé meg fogják tapasztalni, hogy tudjuk ezt mi úgy csinálni, hogy az érték legyen nekik is, és a társadalomnak is. És még egy, hogy mekkora lehetőség, hogy ott lesz helyben gyermekpszichiáter, felnőttpszichiáter, pszichológus, gyermekpszichológus, felnőttpszichológus, mentálhigiénés szakemberek, akikhez lehet fordulni különböző problémákkal. Mennyire tapasztaljátok egyébként, hogy a drogfüggőség együtt jelentkezik különféle kezeletlen pszichiátriai betegségekkel, zavarokkal? Hát sajnos az utóbbi évtizedekben ez egyre gyakrabban fordul elő, és hát azon lehet beszélgetni, hogy mi volt előbb a tojás vagy a tyúk, mind a kettő, mert a pszichés problémák és a pszichés traumák azok előidézik a droghasználatot, mint egy öngyógyító módszerként is. A kezeletlen pszichés problémák, mondjuk így. És a drog problémák, a droghasználat pedig aktiválja azt a látens pszichiátriai betegséget, vagy pedig indukálja egy nem létező. Tehát egyrészt a meglévő, de mondjuk alvó pszichiátriai problémákat felszínre hozza, másrészt pedig addig nem levő pszichiátriai problémákat meg előidéz. Tehát mindenképpen pszichiátriai segítség is szükséges. Hát azért idehoznám a designer drogokat, hogy az én megtapasztalásom az, hogy a designer drogok elterjedésével nő az ilyen kettős diagnózisú klienseknek a száma. Azért
itt a Ráckeresztúri intézmények nem arról híresek, hogy szeretnénk szétgyógyszerelni az embereket. Ez talán régen elképzelhetetlen volt, hogy itt valaki antipszichotikumokat szedjen, de sajnos most már szorosan együtt kell működnünk a pszichiáterünkkel, mert olyan állapotban érkeznek be kliensek, akiknek kell gyógyszert adni. A videót, amit most nézel, egy non-profit szervezet, a Jogriporter Alapítvány készítette, amelyet nem támogat az állam. Kérjük, támogasd a munkánkat a drogreporter.hu/támogass oldalon. Légy pártolótagunk, köszönjük! Egyébként ugye már Csaba utcában azért vannak tapasztalatok, hogy mennyire lehet motiválni így a klienseket arra, hogy mondjuk elmenjenek Ráckeresztúrra, tehát hogy nem tudom, hogy tudtak-e arányt mondani, vagy hogy így ez egy szűk kisebbség, vagy akár a többségnek is ez egy elérhető dolog. Rögtön ott az első ember, akivel találkoznak, ez általában egy felépült szenvedélybeteg, aki már munkatársként dolgozik ott a Csaba utcában, és ez mindjárt egy ilyen példa, mert sokan úgy jönnek be, hogy erről nem lehet leállni, ez itt a vég. De ha találkozik egy olyan emberrel, aki hasonló úton járt, mint ő, és látja azt, hogy neki sikerült, rögtön az első találkozásnál már valami felébredhet. És az előgondozás folyamatában pedig én azt gondolom, hogy nagyon profi segítők vannak mind a Csaba utcában, mind itt. Tehát még ha nem is annyira motivált a legelején, csak gondolkodik, lehet arra terelni, hogy terápiába kerüljen. Sőt, én azt szoktam mondani, hogy mi azért nem veszünk fel motivációs interjút, tehát mi nem vizsgáljuk a jelentkezők motivációját, mert én azt gondolom, hogy ha valaki motiválatlan, az azt jelenti, hogy annál nagyobb szüksége van a segítségre. Tehát annyira beteg, hogy nem is látja be a státuszát. Tehát mi például a Ráckeresztúron felveszünk motiválatlan klienseket is, nem mindenre ha vesz fel motiválatlan klienst, van, aki azt mondja, hogy neked még van egy-két köröd. Én ilyet soha nem mondanék, mert gondolom, hogy félteném az embert, hogy esetleg még rosszabb helyzetbe kerül, nem azt mondom, hogy bármi is az, ami téged arra bírt, hogy ide gyere, lehet, hogy nem vagy motivált, lehet, hogy csak a rendőrségi ügyeid miatt vagy itt, vagy lehet, hogy olyan sok adósságod van, hogy félsz a számonkéréstől, vagy üldöznek, szóval ezer oka lehet valakinek, hogy miért van itt. Mert a terápia része, hogy én majd segítek abba, hogy benned megszülessen, és lehessen az a tantusz pár hónap, vagy pár hét múlva, hogy életed esélye, hogy változtass. És sokszor tényleg ez, hogy valaki idejön nem motivált, csak azért van itt, mert mondjuk a szülei megzsarolták, nincs lakáskulcsa, tél van, éhezik, mert összeverték, stb. És ahogy itt telnek a napok, hallgatja a többieknek az élettörténetét, egyszer csak megszületik benne a remény, hogy hát igazából én is boldogabb lennék, hogyha rendezettebb életet élnék. És akkor megszületik a motiváció. Jó, értem, akkor te nem értesz egyet azzal, hogy először el kell érni a mély pontot ahhoz, hogy valakinek segíteni lehessen. Én egyáltalán nem értek egyet ezzel, szerintem az egy nagyon demagóg, vagy nem akarom minősíteni, azt mondom, nem értek egyet ezzel több okból. Ezért is van nálunk gyermekkezelés, tehát tinire ha, mivel nem kell elérni a mélypontot, nem kell 4 kézláb 8 újraélesztés után tántorogni egy rehabra, hanem lehet 13 évesen vagy 12 évesen, amikor elkezdődnek az iskolai problémák, a csavargás, az első bolti lopások, vagy esetleg verekedések, stb. Már lehet változtatni. Én azt szoktam mondani a klienseknek, nézd, ez olyan, mint a fogorvos. Van, aki, ha van egy kis folt a fogán, már lemegy fogkőleszedésre, és jól teszi. Nem kell megvárni, hogy majd a szétforlat fogadat már csak szálsebészeten tudják kivésni, mert már ki se lehet húzni, mert van, aki megvárja, hogy már annyira feldagad, annyira fáj a feje, a foga, hogy azt mondja, most már vágják le a fejemet, de már elmegyek segítséget kérni.
itt a drogterápiás otthonban mind a két kliens fajta megjelenik, mert nyilván vannak olyanok, akik a fejlevágósokhoz hasonlóan az utolsó pillanatban jönnek, több újraélesztés, meg több éves börtön után, és volt olyan kliensem, aki azt mondta pár hónappal ezelőtt, hogy ő annyira boldog, hogy nem minden nap attól kell félni, hogy ma kik fognak engem megverni. Mert ugye a dílerétől elkezdve mindenkinek tartozik, mindenkitől lopott, stb. Hanem vannak olyan kliensek is, akiknek még nincs szükségük drogterápiás otthonra, de már rájöttek arra, hogy bizony problémát okoz a szerhasználat, akár a tanulmányaikban, akár a családi kapcsolataikban, ott vagy a barátnője, vagy stb. És milyen jó, hogy még akkor, már akkor tudunk segíteni, mielőtt jóval tehetetlenül elrontja az életét. De hogyha nekem mindenképpen szükségem volt a mélypontra ahhoz, hogy tudjak változni, tehát nem is 13 évesen kerültem egy intézménybe, de ha csak onnan közelítjük meg, hogy lehet, hogy nem érte el a mélypontot, és bejön ide egy kicsit pecózni, ahogy itt szokták mondani a srácok, és utána kimegy, és még lesz 2-3 köre. Már akkor is tudja, hogy van egy hely, vagy nem egy sok. De mondjuk, ha itt volt, és csak ezt ismeri, van egy hely Ránckeresztúron, hogyha nagy tré lesz, akkor ott adnak egy segítő kezet. Tehát ezért is nagyon jó, én azt mondom, ha lényegtelen, hogy mély pont vagy nem mély pont, de tisztában lesz vele, hogy van egy hely, ahol segítséget kell. Másrészt nem biztos, hogy akkor el kell érni a mély pontot, mert az edukáció az nem csak a kardiológiai betegeknek, hogy a magas vérnyomásúaknál fontos, hogyha többet megtud a betegségéről, akkor jobban motivált lesz az egészséges életmódra, vagy akkor jobban tud küzdeni, hanem a szenvedélybetegségeknél is, hogyha ő egy kicsit képbe kerül, akkor rájön arra, hogy mit tud tenni azért, hogy boldogabb legyen, hogy ne legyen arra szüksége, hogy tudatmódosítókkal tömje magát. Legalábbis én hiszek ebbe. És mit tudtok ajánlani, vagy mondani, mármint ott a Teleki téren, aki hozzátartozóként érkezik esetleg, tehát mondjuk egy feleség, vagy egy anyuka, akinek a fia, a férje, stb. Drogfüggő, és hogy már ilyen nem hallgat a jó szóra, és hogy ő neki tudtok-e valamit ajánlani, vagy mondani? Nagyon jó, hogy ezt behoztad, mert ez nagyon fontos része lesz a munkánknak, hogy sokszor az érintett még nem motivált, csak a hozzátartozói már szenvednek tőle. És az, hogy családterapeuták, addiktológiai konzultánsok tudnak közösen ötletelni azon, hogy ő hogyan változtassa meg a környezetet, hogy az érintett szerhasználó motivációját segítse. Én azt szoktam mondani, hogy a folyó merre folyik, azt nem tudjuk befolyásolni, a víz folyását, de ha átrakjuk a medret, máshogy kell folyjon. Ezért érdemes a hozzátartozóknak segítséget kérni. És akkor lesznek ilyen csoportok, például a hozzátartozói csoport? Csoport is, és egyéni konzultáció is. Abszolút fontosnak tartom a prevenciót, tehát erre is nagy hangsúlyt fektetnénk. Mondtam, hogy erre tökéletes hely az Adna kávézó, hogy még nekem, tegyük fel, nincs gyermekem, csak tervezek, és akkor lemegyek egy kicsit beszélgetni arról, mondjuk egy csoportra, hogy hogyan tudjon függőségek nélkül, ha lehet ilyet 2021-ben, hogyan tudjon függőségek nélkül felnőni az a gyerek. Még nincs gyerekem, de egy csoportra beülök. Nagyon sajnálom, hogy még mindig félnek az emberek segítséget kérni. Valahogy ezt is jó lenne divatba hozni, és mondjuk erre tök jó hely, egy Adna kávézó, hogy divatosabb legyen, vagy elfogadottabb legyen az, hogy nem szégyen az, hogy elestem. Nem szégyen az, hogy rájöttem x évesen, hogy az egész életem kuka állarcokban kellett élnem, és soha nem volt egy őszinte pillanatom, és tudjak lemenni valahova, hogy szeretnék segítséget kérni. Szeretnék beülni egy csoportba, ahol
tök mindegy, ki vagyok és honnan jöttem, beszélhetek magamról, beszélhetek az érzéseimről. Ezt nagyon fontosnak tartom. Szokták mondani, hogy a női szerhasználóknak vannak ilyen sajátos igényei, és nem mindig érzik ott jól magukat, ahol csak férfiak vannak, hogy esetleg erre gondoltatok-e, lesz esetleg nekik valamilyen külön szolgáltatás? Hát ha lesznek lányok, akkor biztos, hogy lesznek lánycsoportok is. Ugye, na most nem akarok belemenni a női szerhasználatba, az a lényeg, hogy sokkal kevesebben vannak a kezelésben a nők, a lányok, mint a férfiak, fiúk. Végül is mi koedukáltan indultunk, tehát 1986-ban fiúk, lányok is voltak a rehabon, aztán csak a fiúk maradtak, mert 10 fiúra jutott egy lány. De ha lesznek lányok, én például nagyon nagy örömmel csinálnék akár ilyen lánycsoportot, ahol lehet őszintén. Hát a másik drogkonzultációs irodánkban, illetve Dunaújvárosban a drogambulanciákon természetesen vannak női kezeltek, de azt mondom, hogy kevesebben. Ha lesznek, akkor örülünk nekik, úgyhogy itt üzenem a lányoknak, hogy gyertek. Én várlak titeket. Egy hiánypótló lenne, és már itt lehet, hogy fel is keltem Eszter érdeklődését. Egyébként következő projektnek én azt gondolom, azért Magyarországon most egy női rehab az nagyon elférne. Tudom, hogy van már egy hely, de jó lenne egy hely lányoknak, ha nyílna. Kíváncsiságból az Adna kafénak a neve az honnan jön? Hát az Adna azt jelenti, hogy öröm Istenben. Azóta már egy párszor bevallom, hogy így megbántam, hogy ez lett a neve, akkor egy ilyen névpályázaton ezt kapott a legtöbb szavazatot. Ez egy héber szó, azt jelenti öröm Istenben. Majd meglátjuk, lehet, hogy átkereszteljük Teleki hétre. Még ez is benne van a levegőben. Na most a Csaba utcán, ha jól tudom, ott csináltok tűcserét. Itt is felmerült ez már a sajtóba, hogy akkor ez már a tűcsere előszobája, ez a program. Erről mit tudtok mondani, hogy lesz ott tűcsere, nem lesz tűcsere? Hát nagyon egyszerű, nincs rá engedélyünk, nincs tűcserére, alacsony küszöbbe működési engedélyünk, úgyhogy nem lesz. Egyébként mondtad, Jani, hogy végigjártad ott a környéket. Te mennyire tapasztaltad, hogy van intravénás használat? Vagy mennyire mondják, vagy láttál esetleg fecskendőket eldobva, vagy ilyesmi? Nem, ezt nem tapasztaltam. A szer használat módját sem láttam, viszont így szakmai szememet nyitva tartva azért gyanús egyéneket láttam, akik én azt gondolom, hogy nem a napfénytől voltak megbódulva, ott a környéken, mert borús volt az egyébként. Én kimerem mondani azt, hogy nagyon sok függő él azon a környéken, és amikor én ott voltam, nagyon sok tudatmódosító szer által befolyásolt embert láttam. 3-4 alkalommal már jártam ott, meg végigsételtem az utcákat. Tehát amikor ott hallottuk, hogy nem szeretnének ilyen egyénekkel találkozni, azért ez nekem úgy furcsa volt ezen a részen. Én abba bízom, hogy ha megismernek minket, a lakók fognak kérni és könyörögni nekünk, hogy nyújtsuk be a pályázatunkat az alacsony küszöbről, nyissunk tűcsereprogramot. Hiszen a tűcsereprogram nem arról szól, hogy én azért osztogatom a tűket, hogy lőjétek be magatokat, hanem a tűcsereprogram arról szól, hogy azoknak a fiataloknak, akik egyébként lövik magukat, adok tiszta tűt. Hogy ha már lövi magát, akkor ne fertőződjön meg étszel, hepatitisszel, mert ha van tiszta tű, akkor legalább a fertőzést elkerüli. Tehát a tűcsere program az nem arról
példa, hogy mi terjesztjük a droghasználatot, és milyen jó, hogy itt van a tű ötbe magad, hanem arra, hogy segítjük azokat, akik használják, hogy legalább vigyázzanak magukra és egymásra. Egyébként még ehhez azt hozzáteszem, hogy egy tűcsere programot nem úgy kell elképzelni, hogy tűt osztogatsak, mert például Csaba utcában is mi adunk mást is, krémeket, vitaminokat, óvszert, teját, jószót, tehát hogy az az első kontakt, amikor lehet, hogy valaki kapucniba jön be tűt kérni, vagy tűcserére, de amikor már harmadszor jön be, és már van bizalom, akkor egyszer csak leveszi a kapucniát, és azt mondja, hogy emberek, nagy gázba vagyok, nem tudtok segíteni? És akkor elkezdődhet egy segítő kapcsolat. Eszter Zöldteára gondolt, nem Mártára. János, te említetted, ugye, hogy te még heroin fogyasztottál, és tényleg akkor az volt ugye a fő, hát hogy mondjam, a trend, és hogy most meg már inkább a designer drogok. Hogy mennyibe mások azok a függők, akik designer drogokat fogyasztanak, milyen más igényeik vannak, milyen más problémák vannak velük? Na, nagyon jó a kérdésed. Én azt gondolom, hogyha lenne csavar így a világban, és akkor lettek volna designer drogok, én azt gondolom, hogy már nem élnék. Nem, mint hogyha a heroin egy annyira biztonságos szer lenne, de az a tapasztalatom, hogy ezek a srácok, akik bekerülnek kristály, biofű és egyéb szerek használata miatt, sokkal gyorsabban. Tehát az én 8 éves leépülésemet mondjuk egy fél év alatt tudják produkálni, és én azt gondolom, amikor vagy azt érzem, amikor egy heroinfüggő lekerül egy terápiába, vagy veszek magamra, amikor lekerültem egy terápiába, az elvonási időszak után viszonylag gyorsan azért úgy fel tudtam fogni, hogy hol vagyok, és úgy fel tudtam ébredni, hogy mi ez a rehabilitációs otthon. A designer drog használóknál az a tapasztalatunk, hogy sokkal lassabb ez a folyamat. Hát azért itt vannak olyan srácok, akik nél várakozóak vagyunk hónapokig, hogy jobban legyenek mentálisan, de sajnos nem mindenkinél jön el a változás. És ez főleg akkor szívszorító, hogyha nincs előélete. Tehát az anamnézisében nem szerettel az, hogy mondjuk pszichiátriai beteg lett volna, hanem mondjuk jó gimnáziumba járt, és a szülők elmondása, vagy a hozzátartozók elmondása szerint sem volt mentális problémája. És akkor ez nagyon szomorú. Hát jól értem, akkor azért egy ilyen fiatal gyereknél még azért azzal is óvatosan kell bánni, hogy mennyire alakítunk ki benne egy ilyen szenvedélybeteg identitást, ami egy egész életére kiható identitás. Ezt hogy látjátok? Hát én azt gondolom, mondjuk Jani, ebben majd vitatkozhatunk, hogy az nem baj, hogyha benne kialakul az, hogy én egy volt drogos identitás, mert az védeni fogja. Hogy ő nem tehet meg mindent, amit egy másik ember megtehet. Mint hogy a cukorbetegnek is tudnia kell, hogy ő nem eheti meg a dobostortát, mert esetleg kómába kerül és az életével játszik. Ugyanúgy szerintem a szerhasználónak se baj, hogyha kialakul benne az, hogy én egy józan szerhasználó vagyok, aki felépültem. Egyébként itt csak egy zárója, hogy a kávézónknak az is egy mellékszála, hogy a józanságot szeretnék promózni, hogy milyen jó józannak lenni. Hát annyian drogoznak, hogy lassan, hát tényleg ez lesz a menő, hogyha csak... És Amerikában van is már ilyen mozgalom, tehát külföldön, akik... Na mindegy, ez is egy más téma. Úgy válaszolnám meg a kérdésedet, hogy én a prevenciókon, amikor elmegyük, mondjuk is adok egy életutat, akkor elmesélem azt, hogy mondjuk én sose találtam meg a hangot a szüleimmel, mondjuk korábban említettem, mindig úgy éreztem, hogy nem lehetek önmagam, állarcokat kell hordanom, magányosnak éreztem magam, nem tudtam kapcsolódni. És amikor
találkoztam a szerekkel, akkor ez az egész egy csapásra megszűnt, és úgy éreztem, hogy az ott helyemen vagyok, és ez az a világ, ami nekem kell. Azért azt el szoktam mondani a prevenciókon, hogy ha magukra ismernek a srácok, hogy ők is így érzik magukat otthon, ahogy én éltem, akkor van esélye annak, hogy függőségre hajlamosabb, mint egy másik srác, aki egy normálisabb családból jön, és jobb, ha figyelnek a szerhasználattal. Én nem mondom, hogy mindenkiből drogos lesz, és mindenki a telekitéren vagy Rázkeresztúron végzi, aki elszív egy hüves cigit, de ha az ő életében lát párhuzamokat, mondjuk az én sorsom és az ő élete között, akkor van esélye. Tehát, hogy felesleges kockáztatni. Említettétek, hogy fogtak fogadni olyanokat, akiknek a viselkedési függőségekkel van problémája, számítógép használat, videójáték, stb. Ezek még mindig azért nem teljesen tisztázott ezeknek a szakmai megítélése, hogy ezek mennyire párhuzamosak, mennyire nem a szerfüggőséggel. Ti ezt hogy látjátok? Hát én oda indulok mindig, hogy én nem a szerekkel foglalkozom, vagy az addikcióval, hanem azzal, hogy hogyan tudnál boldogabb lenni. Tehát ugye például a prevenciókon is, hogyha a gyerekeknek lenne mentálhigiénis órája, vagy boldogság órája, ahol megtanulná, hogy hogyan tudom elérni azt, amire vágyom, hogyan tudom megvédeni magam, ha igazságtalanok velem, vagy hogyan tudom a kudarcot feldolgozni, hiszen kudarcok, vágyak minden gyerekben vannak. Tehát az online számítógép és a viselkedési függőségeket mi ugyanúgy kezeljük, mint az összes többi. Azt mondom, figyelj, ha akarod, megtanítom neked, hogy hogyan tudsz boldog lenni, hogyan tudod elérni a vágyaidat. És akkor majd meglátod, hogy le fog esni rólad nem csak egy nagy teher, hanem azok a függőségek, amik azért jelentek meg az életedben, hogy magadat boldogítsák. Én innen közelítek. Hogyha én onnan közelíteném meg ezt a kérdésedet, hogyha magát csak a függőséget így letisztítva, csak a függőséget vesszük, az egy olyan dolog, az legyen bármi, számítógép, drog, bármi, ami nekem egy örömérzetet ad, egy menekülést ad a problémáim elől, örömérzet pillanatnyilag, tudok róla, hogy hosszú távon ez káros lesz, és tönkretehet, mégsem tudok ellenállni, hogy újra és újra átéljem ezt az érzést, és az életem egyéb területei elkezdenek romlani. Én azt gondolom, hogy ha megnézem a számítógép függőket, akik bejöttek ide a rehabra, számomra megdöbbentő volt, ahogy megjelennek az elsők, 5-6 évvel ezelőtt, talán akkor volt az első, és rosszabb állapotban érkezik be, lelkileg, sokszor fizikálisan is, mint egy drogos. Tehát, valaki elmondja, hogy üvegbe pisít, a sarokba, kakét, nem tudom szebben mondani, mert nem ment ki a szobájából, hogy a játékot ne kelljen abba hagyni. De én senkitől nem azt kérdezem, hogy mi a te függőséged, hanem azt, hogy ki vagy te, mik a vágyaid, mit szeretnél elérni, hogyan tudnék ebbe segíteni, mi az, ami fáj, mi az, ami bánt, és akkor az emberrel foglalkozunk, nem pedig a szerekkel, amiket használ. Persze, itt nem lehet célunk a teljes abszinencia, és a azt mondani számítógépnél, hogy soha többé nem gépezhetsz és nem telefonozhatsz. Ez nekem is fájna egyébként, ha ezt mondaná valaki, hanem hogy az okos eszközöket talán okosabban használni, talán olyan értéket mutatni az adnakávézóban, hogy igenis lehet két embernek beszélgetni telefon nélkül, vagy úgy, hogy a kezében van a telefon, anélkül. Lehet magamról beszélni. Meg nem kell messengeren csetelni azzal, aki a szomszéd szobában van, mert ugye most már tudjuk, hogy például ez egy teljesen átlagos családi kapcsolattartás, hogy otthon van két ember, és csetel a messengeren. Én azt gondolom, hogy
nem fogjuk tudni megváltoztatni a világot, meg ezeket a számítógép használati szokásokat, de ha már egy problémás embernek tudunk segíteni, nekem már megérte ez a sok harc, ez a sok munka, idő, tehát nekem megéri, ha egy embernek tudunk segíteni, akkor ez az egész projekt már sikeres. Hát én azért följött teszem a lépcsőt. Akkor jó kettőt. Árérték arányban azért az durva lenne, hogyha felállítanák egy szakmai stábot egyetlen elveszett báránynak, bár a Bibliában ugye ez van, hogy az egy elveszett bárány után is elindulunk, de én abban bízom, hogy sok elveszett bárány meg tudunk találni, és segítünk nekik, hogy hazataláljanak ők is a saját életükhöz. Mielőtt befejezzük, még mondjatok valamit így a jövőről, hogy most akkor mik a következő lépések nektek, tehát hogy fogtok-e ott valami helyi szinten valami egyeztetést végezni, hogy a félelmeket eloszlassátok, mennyibe változtatta meg ez a tiltakozás most a terveiteket? Én nem vagyok az a feladós ember, tehát elfogadom, hogy ez valakinek nem tetszik, és tiltakozik ez ellen, de látva az értékét a dolognak és a célunkat nehezen adjuk föl, de hát szerintem ezzel Eszter is így van. Folynak az egyeztetések, ugye a kerületi vezetéssel, szerdán lesz egy közös lakógyűlés, vagy nem tudom minek nevezzem, teleki gyűlés, ahol elmondhatják a lakók a félelmeiket, próbáljuk megválaszolni azokat a kérdéseket, amik még nem tisztázottak számukra, és ezen jelen lesznek a kerület részéről is vezető személyek. Én már voltam kint beszélni velük, egyelőre ezt tudjuk csinálni, vagy ezt tudtuk csinálni. Hát én szeretek álmodozni, úgyhogy az én jövőképem az, hogy a 8. kerületben mi együtt fogunk működni a nyugdíjas klubtól, elkezdve a kismama klubig, és hogy minden a civil szervezetekkel, vagy a kulturális, vagy akár családokkal, egyházakkal természetesen. És én abba bízom, hogy keresni fognak minket a családok és az emberek, akiknek gondjuk van, hogy segítessünk. Eszter, János, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és velem voltatok, és nagyon sok szerencsét kívánok a program beindításához a 8. kerületben. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen. És azoknak is nagyon köszönöm, akik nézték az adást, amennyiben tetszett az az adás, támogassátok a Drogriportert, nézzetek, kövessetek minket a Facebookon, és a következő adásokról is fogunk benneteket tudósítani. Sziasztok! Viszontlátásra! Sziasztok! Thank you.